A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 1996-ban alakult. Alapítói a szegedi német, szlovák, görög és román kisebbségi önkormányzatok voltak. A Nemzetiségek Háza a szegedi kisebbségek székhelyeként működik 1998. januárja óta. Az intézmény első igazgatója szerint küzdelmes volt az indulás. Megkaptuk ugyan az épületet, de nagyon-nagyon sokat kellett rá költeni. Ebben részben a várostól kaptunk segítséget, részben pedig kormányzati segítséget kaptunk. Az önkormányzati társulás első elnöke a szlovák kisebbség képviselője volt. Tóth István a mai napig tartja a kapcsolatot a házzal. Mindig követem, itt vagyok, ha kell előadást tartok, gyakorlatilag részt veszek, tudom a közösség mit csinál, filmheteken, rendezvényeken, felolvasóüléseken, találkozókon, íróorvosi találkozókon, természetesen részt veszek. Hát én már abban a korosztályban, hogy már síelni nem járok. Egyébként elég keveset változtunk, az akkor még szerettem tök ugyanaz. Az intézmény Szalai István polgármestersége idején nyitotta meg kapuit. Az egykori városvezető elmondta, hogy személyes sikerének tartja a Nemzetiségek Házának alapítását. Az elmúlt 20 év alatt azonban elavult az épület, ezért az önkormányzat segítségével felújítják. Ebben az évben a Nemzetiségi Házát föl fogjuk újítani, és egy közel 60 millió forintos alapot hozunk arra létre, hogy fejlődjön, korszerűsödjön az épület, hogy még inkább ki tudja szolgálni az ide látogatókat. A Szegedi Nemzetiségek Háza jelenleg az alapító német, szlovák, görög és román közösségeken kívül helyt ad a szerbek, horvátok, örmények, ukránok, lengyelek, romák és bolgárok közösségeinek. Az itt működő csoportok mindenben segítik egymást. Az egyik legfontosabb jelenvonása ennek a háznak, hogy soha nincs ellenségeskedés, itt nincs rivalizálás, itt mindenki elfogad mindenkit olyannak, amilyen. Az ünnepség alkalmából egy kiállítás nyílt, amely az utóbbi 20 év rendezvényein készült fotók segítségével emlékezik a ház történetére. Az est végén felvágták a hatalmas születésnapi tortát, melyből mindenkinek jutott egy szelet.